szálasség, ha gyümölcs letekint ránk, és különböző sorozatokból lopott köszöntésekkel köszönhetnélek most igazából benneteket, de szerintem mindenkinek a feje tetején jönnek már ki a sorozatok, a telefonnyomkodás, szerintem a karantén ideje alatt mindenki már a tévéből a Színt is kinézte, úgyhogy szerintem megteszi nekünk a jó öreg sziasztok köszönés is. Tehát sok szeretettel köszöntelek benneteket újra itt a csatornámon. Nagyon-nagyon hosszú kihagyás után újra itt vagyok, és mesélek nektek újra pár dologról. Amint a címében már olvashattátok, transzplantáció lesz-e, nem-e, ki lesz a donorom, stb. Valószínű ezért kattintottál ide, vagy azért, mert ismersz, és tényleg kíváncsi vagy rá, vagy azért, mert nem ismersz, és mégis kíváncsi vagy rá, vagy azért, mert már régóta követsz, vagy pedig, hogyha véletlen vagy újonnan tévedtél ide a csatornámra, akkor neked elmondom, kedves feliratkozó, mert ugye fel vagy iratkozva, amit külön szeretnék megköszönni, hogyha feliratkoztál. Kérlek, hogy iratkozz fel, kérlek, tedd meg a kedvemért azért, hogy segítsd az én munkámat, segítsd azt, hogy több emberhez eljusson, és örömet szereznél nekem azzal, hogyha feliratkoznál. Tehát léci, iratkozz fel, és oszd is meg a videót, kérlek, neked nem kerül semmibe, és a kis csengőt se felejtsd el bekapcsolni, mert akkor értesítést kapsz, ha bármilyen videót töltök fel. Tehát, hogy visszamenjünk az előző részek tartalmára, azok kedvéért, akik talán először járnak itt a csatornámon, az pedig az lenne, amiért ez a csatorna elindult. Tehát, hogy ne szaporítsam a szót már, mert csak bla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 , össze-vissza jár a szám. Tehát 2018. november 18-án akut myeloid leukémiát állapítottak meg a belgiumi orvosok. Pár órával később már a németországi Unikliniken voltam, ahol 4 hónapot töltöttem. 2019. március 8-án jöttem haza, tehát már több mint egy éve, és azóta is egészséges vagyok, és itthon töltöm a napjaimat. Tehát akkor jogosan kérdezhetnétek, hogy miért a transzplantáció cím, talán lájkvadászat, vagy pedig azért, hogy többen kattintsatok a videómra, de ez ki fog derülni, maradjatok velem. Tehát ahogy a címében is már említettem, hogy transzplantáció, és nem szeretném sokáig húzni az időt, hogy megkapjátok erre a választ, de ehhez hozzátartozik egy kis történet, és ezt így szeretném felvezetni nektek, mert nagyon-nagyon fontos nekem ez, és nagyon nagy jelentősége van számomra ennek a kis történetnek, és ezt nagyon szeretném megosztani veletek. Menjünk vissza egy 40 évet, de nyugodjatok meg, nem fogom most 40 évet elmesélni az életemből, mert az nagyon-nagyon hosszú sztori lenne. Érdekes mindenféleképpen, de nagyon hosszú. De a történet, amit szeretnék most veletek megosztani, az körülbelül 40 éve játszódott. És, vagy lehet, hogy kicsit kevesebb, nem tudom, lényegtelen. A lényeg az, hogy 5 éves voltam, oviba indultam, és ott kérdezték tőlem a többiek, hogy nekem, hanem testvérem. Én ettől a szótól is megijedtem, mert én ebből csak azt értettem, hogy test és vér, és az olyan félelmetesen hangzott, és nem tudtam, hogy mit jelent. Most jogosan nevethettek, de kicsi, 5 éves kis buta kis csíra voltam. Épp aki csak kezdte még a kis szárnyait bontogatni, vagy a kis leveleit a friss hajtás. Na mindegy, ezt meg kivágom, mert ennek semmi értelme nem volt. Tehát kis 5 éves voltam, és nem értettem, hogy ez a szó mit jelent, aztán elmagyarázták nyilván, hogy kisbaba, és hogy neki van kis testvérje, és hogy de jó, már tud vele játszani, stb. Na onnantól az én szüleimnek nem volt megállás, nem volt nyugtuk tőlem, mert minden nap azzal mentem haza az óvodából, hogy én kis testvért szeretnék. Telt múlt az idő, hát a kis testvér nem érkezett meg, és akkor faggattam a szüleimet, hogy de hogy lehet ez, amikor én már annyit mondtam, hogy kis testvért szeretnék, hát hogy jön az a kis testvér? Apukám azt mondta, hogy írni kell a gólyának. Hú, hát
Ő ezt nem gondolta komolyan, hogy ez valóban úgy fog történni, hogy egy levelet kell írni a gólyának, de én csak nem hagytam neki békét, és apu leírta nekem nyomtatott betűkkel, hogy szia gólya, hozzál nekem kis testvért, vagy légy szíves, vagy kérek egy kis testvért, nem emlékszem már pontosan a szövegre, de tudom, hogy egy kockás papírra ugyanígy szépen ezt átmásoltam, rajzoltam is oda egy gólyát, a csőrében a kisbabát, még olyan logikusnak is tűnt, hogy a gólyának olyan hosszú csőre van, mert ugye ott nyugodtan tudja kiközvetíteni a kisbabákat, a kistestvéreket. És hát ezzel se nem volt még vége a történetnek, mert azt pontosan tudtam, hogy a postás hozza a leveleket, tehát a gólyának is a postás kell, hogy elvigye a levelet. Innentől anyukámnak se hagytam nyugtot, és el kellett vigyen a postára, kellett vegyünk borítékot, bélyeget, bele kellett tegyük ezt a levelet, leragasztani, bélyeget rátenni, kívülről rá a címzetnek odaírni, hogy a gólyának, és nagyon emlékszem rá, szinte még érzem a postának, annak az öreg postának az a szagát, azt a dohos, parketta, papír, mindenféle szag, ami ott terjengett, még ma is emlékszem rá, és a röcsögött az a parketta vagy padló, tényleg nem tudom, arra már nem emlékszem, csak tudom, hogy csúnya barna volt, mindegy, de kívül a posta épületén volt egy sárga postaláda, ahova bizony, hogy bele kellett a levelet dobni. Gondolom a postás, amikor szedte ki arról, mit lásson, hogy egy levél meg volt címezve a gólyának. Na de hát csak nem jött a kis testvér, pedig én már mindent megtettem, a levelet is elküldtük, feladtuk, de azt mondták a szüleim, hogy hát türelmesen kell várni, és meg fog a kis testvér érkezni. Egyszer csak bejelentették, hogy kis testvérem fog születni, anyuhasa elkezdett gömbölyödni, nőni, akkor már tényleg végképp összezavarodtam, hogy most akkor hogy van ez, akkor hogy fogja a gólya hozni a kis testvért, hogyha anyu hasába van, de az hogy került oda, anyu lenyelte, vagy húisten. Mindegy, aztán nem is nagyon lovagoltam ezen a témán, mert nagyon boldog voltam, hogy kis testvérem fog születni, és esténként már apukám sokáig dolgozott, akkor mindig anyukám mellé feküdtem, és rátettem a hasára a kezemet, és beszéltem, simogattam, énekeltem, verseket mondtam a kis testvérnek, aki anyuhasában volt, és mivel hogy már akkor bekapcsolt bennem ez az ösztönös féltés, védelem, gondoskodás a testvérem iránt, anyuval le akartam nyeletni egy ilyen kis tányért és egy kis kanalat, hogy a testvérem, hogy a kis testvérem tudjon enni. És hát igazából én már azelőtt szerettem a testvéremet, még mielőtt megszületett volna, és nagyon-nagyon én akartam, hogy ő megszülessen, és úgy látszik, hogy ez valóban okkal történt, mivel hogy ő lesz az, aki most az ő sejtjeit nekem fogja adni, amivel igazából megmenti az én életemet. Szóval öntsünk tiszta vizet a pohárba. Egészségünkre. Azért tartottam fontosnak, hogy így felvezessem ezt a donor és a transplantáció és a testvér és ezt az egész témát, mert én rendkívül kötődöm a testvéremhez. Nagyon-nagyon szeretem, igaz, hogy már nagyon eltávolodtunk egymástól, 1500 kilométer választ el bennünket, de ő most is mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen nekem. És a kórházban, ahova én járok a kezelésekre, az a kórház felvette a kapcsolatot a belgrádi kórházzal, oda fog a testvérem menni az ősejteket leadni, tehát ott fogják neki leszedni az ősejteket, amit lefagyasztva ide elküldenek majd a németországi klinikára, ahol majd nekem azt be fogják adni. Hát igazából több olyan kérdés is van, amire válaszolnom kell. Fel is írtam ide néhányat. Azért írtam fel, mert elfelejteném, és azért írtam fel, hogy
mellett közben ezeket megválaszoljam, és a témához kapcsolódóan esetleg tudjam még folytatni. Az első kérdés az, hogy festem a hajamat. Nem festem a hajamat, nem merem. És terveztem, hogy szőke csíkokat fogok bele rakatni, hogy egy kicsit önmagam felfedezzem a tükörben, mivel, hogy ugye mondtam már az előző videókban, hogy mindig egy barna hajú nő áll a fürdőszobába, akárhányszor bemegyek és belenézek a tükörbe, magam sem értem, de hát ez van. De már igazából kezdtem megszokni ezt a barna hajú nőt ott a tükörben. A második az, hogy göndörítem a hajamat. Nem göndörítem. Valamilyen oknál fogva, amikor kinőtt a hajam, ilyen göndörnő nőtt ki. Igazából eleve nagyon zavart, aztán elgondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen hálásnak kellene, hogy legyek, hogy újra van hajam, és hogy ilyen szép dús lett, mert tényleg egy 3-4-szer dúsabb lett a hajam, mint előtte volt, úgyhogy nem göndörítem a hajamat, így nőtt ki. És van egy olyan kérdés, hogy ki lesz a donorom, arra már válaszoltam, a testvérem lesz a donorom. Volt még egy olyan kérdés, hogy a transzplantációtól hullik-e ki a hajam. Na igen, erről még nem beszéltem. És hogy ha jók az eredményeim, ugye mert mindig az ismerőseim, barátnéim, mikor kérdezik, ugye mindig mondom, hogy jók az eredményeim, hogy akkor nem kell a transzplantáció? Hát sajnos ez nem így működik. Először is menjünk vissza a tavalyi évbe. Júliusban történt az először, hogy ez az érték, amit néznek a véremben, először is nem is jól kezdtem. Tehát, amikor én megyek, minden hónapban megyek a vérvételekre, a havi rendszeres kontrollokra, ott egy azonnali eredmény kész van, az mindig jó. Utána abból a vérmintából küldenek Dresdenbe, ahol még 2 hétig vizsgálják, erről is már beszéltem majdnem minden videómban, 2 hétig még vizsgálják ott mikroszkóp alatt, hogy mi történik, hogy osztódnak a sejtjeim, még mit hordoznak magukban, ami ugye egy rögtöni vérképpen nem látszódik, tehát ezért még 2 hétig vizsgálják. No már most, az a 2 hetes vizsgálat kimutatta azt, hogy egy érték megemelkedett. Ezt júliusban volt tavaly először, tehát így, amikor én kijöttem a kórházból, ugye volt egy ilyen egyenes érték, amit minden hónapban Dresdenben csinálnak tesztet. Az egy kicsit megemelkedett. Ez júliusban volt. Vissza is hívtak, akkor volt egy újabb csontvelő mint a vételem, amikor azt mondták, hogy kétféle variáció van. Az egyik az, hogy transzplantáció lesz, a második pedig az, hogy marad minden a régiben, és csak járok havi kontrollokra. És ez így is történt. Egészen múlt hónapig. Mert márciusban történt az, hogy telefonált az orvosom, hogy ismét az az érték megemelkedett, ami júliusban is, de már 2 hónapja figyelik, és mind a 2 hónapban egy nagyon pici emelkedés történt. Ez olyan, mint egy marker. Biztos hallottatok már a tumormarkerről, ami a vérből nagyon korai szakaszban meg tudja állapítani, hogyha probléma van. Na most ez is egy ilyen nagyon korai felismerése ennek a betegségnek, ami nekem jelenleg nincsen, hál' Istennek, nincs leukémiám, csak volt, de ez az érték azt jelzi, hogy majd valamikor a jövőben, pár hónap múlva esetleg vissza akarna térni. Hál' Istennek, hogy ilyen fejlett az orvostudomány, és hogy ilyen korai szakaszban már azelőtt ki tudják mutatni, hogy a betegség megjelent volna, és nem akarják azt az orvosok persze jogosan megvárni, hogy ne adj Isten a betegség visszatérjen, hanem ezzel az úgynevezett transzplantációval, őssejtbeültetéssel ezt meg fogják előzni. Mivel, hogy az én sejtjeim nem akarnak egészséges sejteket termelni, jelenleg egészséges sejteket termelnek, de ugye, amint említettem, ez a vizsgálat kimutatja, hogy pár hónap múlva esetleg visszatérhet a betegség. No most erre a transzplantáció a megoldás. Ezért szükséges az, hogy a testvérem, akire gólyozott, elmegy Belgrádba, ott leveszik tőle az őssejteket, lefagyasztják, ide elküldik a német klinikára, és nekem nem sokára be kell feküdnöm 6 hétre, ahol
És ezzel most válaszolok is a másik kérdésre, az arra, hogy a transzplantációtól hullik-e el a hajam majd. Nem a transzplantációtól, de végül is igen, most ezt jól megmondtam, mivel hogy előtte kapni fogok 5 darab kemókezelést, és attól fog a hajam újra elhullani. Hát épp már, hogy megszerettem, és épp már, hogy örültem neki, hogy szép, hosszú, de hát mindegy, ha bár, igen, tudjátok, hogy nekem ez mennyire fontos, de nyilván, hogy most is azt mondom, hogy az életem ettől sokkal fontosabb, szóval ebbe is bele kell törődni. Tehát ez úgy fog kinézni, hogy most majd nem soká, pár héten belül bemegyek a kórházba, Németországba ismét, és akkor ott kapok 5 kemókezelést, mivel hogy én ezt már kilogikáztam, hogy csak is úgy van értelme, hogyha az én sejtjeimet, az én véremet ismét lenullázzák, és úgy kapom meg a testvérem egészséges őssejtjeit, és onnantól az megtapad a szervezetemben, újra beindul a vértermelődés, és már az ő ősejtjeivel egészséges, teljesen egészséges sejteket fog a szervezetem termelni. És amikor én ezt így eldöntöttem magamban, hogy biztos, hogy kell megint kemót kapja, és ugye sűrűn megyek az orvoshoz, most ismét vérvételek vannak, stb. Majd még azt is mindjárt elmesélem, hogy mik voltak most az utóbbi időben. De ugye rákérdeztem az orvosomnál, hogy akkor a hajam megint el fog hullani, és azt mondta, hogy igen, mivel hogy ezt az 5 darab kemókezelést meg kell, hogy kapjam. Szóval ezzel azt hiszem, hogy válaszoltam arra is, hogy ha jók az eredményem, akkor miért kell a transzplantáció? Azért, mert visszajöhet pár hónap múlva majd a betegség. Nem biztos, de inkább előzzük meg, mert ennek a fajta leukémiának ez a gyógymódja, a végleges gyógymódja, az ősejtbeültetés, a transzplantáció. A második kérdés pedig az, hogy illetve a másik kérdés pedig az, hogy nem a transzplantációtól magától hullik el a hajam, hanem az előtte lévő kezeléstől, amit azért kell, hogy alkalmazzanak, hogy lenullázzák a vérsejtjeimet és a testvérem teljesen egészséges ősejtjeit megkapjam, és azokkal restart, újra induljon az egész szervezetem. És amiről még szeretnék nektek beszélni, az az, hogy egy tavalyi májusi videóban azt hiszem beszéltem nektek arról, hogy kaptam azokat a kemotablettákat. Tehát az több mint 10 hónapig szedtem azokat a kemotablettákat, amitől ilyen szép kerek lettem, és a kemókezelésektől, és azóta is tartó kemotablettás kezeléstől, de úgy döntöttem, hogy most nem cseszegetem a testemet, mert ez a test az, ami megvédett engem, ami életben tart, ami kibírta ezt a rengeteg kezelést. Több mint, tehát 30 acskó kemót kaptam, és majdnem egy évig tartó kemótabletta kezelést kaptam. Semmi jogom nincs ezt a testet most azért cseszegetni, hogy most ez a plusz 25 kilót sikerült így fölkanalazni magamra. De egyébként egy barátunk fia is rákos lett, már hál' Isten túl van, ő is rajta, és már dolgozik, de ő is egy laza 25 kilót magára rántott, tehát ezzel el is múlt a lelkiismeret furdalásom, ami magamat illeti, hogy én meghíztam, mert úgy látszik, hogy ez sajnos ilyen velejárója ennek a betegségeknek, meg a kezeléseknek, de hát most ez a legkevesebb tényleg. Az a legfontosabb, hogy átessek most a transzplantáción, és hogy a szervezetem befogadja a testvérem ősejtjeit, ami vizsgálatok alapján 10-ből 10-szer passzol, amikor próbákat csináltak. Tehát ő a legalkalmasabb arra, hogy a donorom legyen, na de amiről még most akartam mesélni, az az, hogy a tablettás kezeléseket is megszüntették, mivel ugye már a vér eredményei mutatják, hogy 2 hónapja már mindig egy kicsit emelkedett a szint, a véremben az a nagyon korai jelzés, ami ugye jelzi, hogy majd pár hónap múlva esetleg visszajöhetne a betegség. És mivel már a tablettát nem hatottak, úgy döntöttek, hogy akkor abba hagyják a tablettás kezelést, és helyette kemó injekciókat kapok a hasamba. Hát ezt most azoknak mondom,
akik esetleg ebben vagy hasonló helyzetben vannak, hogy először sokkot kaptam, nagyon-nagyon sokat sírtam, és nagyon megijedtem, de egyáltalán nem fáj. Abszolút, tényleg. Egy nagyon picike kis csípés, de még annyira se fáj, mint egy vérvétel. Nem fáj, amikor megszúrnak, az se nem fáj, amikor beadják, mert nagyon szép, lassan adják be. Egy hét alatt 10 injekciót kaptam, minden másnap 2-t, így adódik össze a 7 nap alatt a 10 darab. Amitől én másnap elég rosszul lettem, én nagyon rosszul viseltem, konkrétan elvesztettem az eszméletemet 2-szer is, a férjemre ráhoztam a frászt, most nevetek rajta, de nem volt egyáltalán vicces, nagyon-nagyon rosszul lettem, és nagyon rosszul viseltem, de főleg azért, mert az orvos azt mondta, hogy szinte semmilyen mellékhatása nincs, csak egy kis hányinger, és arra viszont adnak tablettát, a nyelv alá kell tenni, azt már ismerem, mert amikor 4 hónapot voltam húzamosabb ideig a kórházban, vagyis hát a 4 hónapi kezelésem alatt többször is kaptam ilyen tablettát, hogy ne legyen hányingerem, és ezt ismerem. Nem tudom, hogy mitől volt az ájulás, azt mondta, hogy én vagyok az egyetlen és az első paciens, akivel ez megtörtént. Hát igen, tudjátok, hogy velem sok minden olyan történt, ami még mással nem. De utána, ahogy jobban lettem, elmentünk a kórházba, kaptam infúziót, vérvétel volt, mindenféle vizsgálatok, és minden rendben van, csak egyszerűen így reagált a szervezetem erre, a kemo injekciókra. Utána a többi napon már jól viseltem, nem volt semmi probléma. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy ezután is minden rendben lesz. Most szünet van, be fogok ide majd vágni egy képet, hogy hogy néz ki a hasam a 10 injekció után. Amint mondtam, az injekció, ahogy beadták, egyáltalán nem fájt, utána fájt a helye, több napig is. Ezt csak azért mondom el, hogy aki esetleg ilyenre fog szorulni, az ne féljen, mert nincs mitől. Utána persze fáj egy kicsit, több napig, hát nem kicsit, hanem nagyon, de kár is lenne tagadni, mert hogy is rájössz, hogyha véletlen kapsz ilyen injekciókat, hogy fáj nagyon, utólag. Szóval nagyjából ennyi lett volna ez a mai videó. Nem tudom, hogy mi az még, amit el kellett volna, hogy mondjak, vagy amit még szerettem volna elmondani, nagyjából ennyi. Hát azt hiszem, hogy elég sok mindent mondtam most el ebben a videóban, sok mindenről beszéltem, igazából nagyon félek a transzplantációtól, nyilván, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem félek, de viszont ez az egyetlen megoldás arra, hogy végre tényleg 100%-osan kimerjük azt jelenteni, hogy meggyógyultam, egészséges vagyok, és hogy soha többet nem fog a leukémia jönni és támadni, és hát igen, más ne is mondjak róla. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Szeretném, hogyha lájkolnátok, szeretném, hogyha feliratkoznátok, amit itt alul meg tudtok tenni, hogyha itt a piros feliratkozó gombra kattintatok. Fölötte van egy kis csengő, arra is kattints, légy szíves, és választ ki az összeset, akkor értesítést fogsz kapni arról, hogyha bármilyen videót töltök fel, mert ugye sok típusú videó van a csatornámon, vannak ezek a beszélgetős videók, ami a betegségem és gyógyulásom történetéről szólnak, vannak az utazós videóim, vannak a kreatív videóim, a sütés videók, szóval válogathatsz kedvedre, ha bár most már a karantén úgy lecsengett, de ha még van egy kis szabadidőd, akkor nyugodtan válogass a videóim között, és érezd jól magadat a csatornámon, és minden jót kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, szeressétek magatokat, szeressétek egymást, és legyetek jók, ha tudtok. Sziasztok!